Nyissa meg a képszerkesztő alkalmazást, amely jelen esetben a Photoshop lesz. Majd töltse be a 4-es feladathoz tartozó forrásállományokat. Készítsen réteg másolatot a Európa térképről, majd hozzon létre egy új réteget is, amelyet zászló egy néven nevezzen el, átmenetire tüntesse el a két háttérréteget, és készítsen egy megfelelő méretű, körülbelül 1 cm hosszúságú zászlórudat. Ezután a térképről lépjen át a zászlókat tartalmazó képre, amelynek növelje meg 100%-ig a nézetét, nagyítsa föl 100%-osra a nézetet, keresse meg Magyarország térképét, Magyarország zászlaját, a zászlót jelölje ki, és másolja át a másik képre. Mozgassa a kijelölést, vagyis a réteget a megfelelő pozícióba. A két réteget majd egyesíteni fogjuk, de előbb a zászló rétegen egy szűrőt fogunk, egy torzító szűrőt fogunk alkalmazni, amelynek segítségével beállítjuk a zászló hullámzását. Hát ez túlságosan erős lett. Próbáljuk meg még egyszer. Körülbelül elfogadható. Ezután vonjuk össze a két réteget. Zászló egy néven. De lehet Magyarország is, nyugodtan a réteg neve. Majd ezt a művelet sort meg kell ismételnünk az összes újonnan belépett tagország esetében,
és ezután a zászlót a megfelelő pozícióba kell elhelyeznünk, de lehetőleg úgy, hogy a később elkészítésre kerülő zászlók egymást ne takarják. A művelet sor elvégzése után a megoldott változat ehhez hasonló kell legyen.